Magyar Péter tegnap az ügyészségen járt, és ott tanúvallomást tett, bizonyítékokat viszont nem adott át, emellett ugyanakkor megfogalmazott nagyon súlyos állításokat, mint mondja, bizonyítékokat azért nem ett át ezen állításai alátámasztására, mert nem tudta, hogy milyen ügyben fogják behívni. Ez majd megtörténik jövő héten, és akkor majd talán már mi is többet fogunk tudni. Politikai jelenség, vagy itt jogi természetű ügyről van szó, erről is beszélgetek Siffer András ügyvéddel. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van. Jó reggelt kívánok. Jó, jogászként hogyan értékeljük mindazt, értékeli ön mindazt, ami történt és amit láttunk tegnap? Sehogy sem, mert fogalmam sincs, hogy mi történt. Nem vagyok én jogi képviselő ebben az ügyben, tehát lövésem nincs, hogy ott mi történt. Nyilvánvaló, hogyha vannak konkrét bizonyítékok arra, hogy hivatali bűncselekmények történtek, akkor ezeket igen sürgősen ki kéne vizsgálni. Ez rögtön persze rámutat egy alsó hangon 75 éves hiátusra a magyar jogrendszerben, hogyha történetesen az ügyészi szervezeten belül történik valami, akkor az ügyészség az egyetlen olyan szerv az országban, amelyik saját magát vizsgálja, nyomozza. Én a parlamentből való kivonulásom előtt már letettem az asztalra egy javaslatot, hogy amennyiben az ügyészségi vezetők, illetve az ügyészségi szervezet által történik valami bűncselekmény, tehát egy rendszer szintű bűncselekmény, vagy ügyészi vezetők által elkövetett bűncselekmény, erre legyenek kijelölt nyomozóbírók a kúrián, akik ilyen esetben, hogy úgy mondjam, a piszkos munkát elvégzik. Ez nem egy megnyugtató helyzet. A másik pedig, hogy ideje volna azért azt az összefüggést is megpiszkálni, hogy pont a Völner Sadl ügy kirobbanásának hetében nagyjából, 21 novemberében a végrehajtási rendszernek a teljes felügyelete átkerült egy úgynevezett önálló szabályozó szervhez, aminek az élére 9 évre, tehát hogyha kormányváltás történt volna 22-ben, vagy történne 26-ban, akkor is Orbán Viktor és Rogán Antal bizalmi embere irányítja ezt a főhatóságot. Ide van bekötve a koncessziók, a bányák, szerencsejáték, stb. Stb. Tehát adó koncesszión belül a dohánykereskedelem felügyelete. Ez finoman szólva nem megnyugtató. Már a 95-ös végrehajtási törvény módosítási vitában azt képviseltem, hogy az eredendő bűn az, hogy 1994-ben az akkori posztkommunista liberális kabinet gyakorlatilag magánosította az állami akarat végrehajtását. Ez egy csőtömeg, ez magában hordja az önérdekérvényesítést, a közérdekérvényesítése helyett, és újra le kell államosítani a végrehajtási szervezetrendszert, és a bíróságok alá kell rendelni, úgy, ahogyan ez 1996-ig működött. És politikailag hogy értékeli Magyar Péter szerepét, és bárhogy is értékelje azt a személyes érintettségtől, most mondom, hogy mire gondolok, függetleníteni tudja Magyar Péter, az ATV 5 című adása után kommentelte önnek. Azért tegező stílusban mondom, mert így volt a komment, hogy te ennél sokkal intelligensebb vagy, címzi önnek, az 5 című adásnak a megtekintését ajánlom figyelmükbe, ezt még meg lehet tenni a közösségi felületeinken, amelyben ön, illetve beszélgető társai is élesen kritizálták az ő mozgását a politikai térben. Ilyen személyeskedésekkel nem szeretnék foglalkozni. A következő, tehát önmagában független attól, hogy Magyar Péter célozgatásainak, állításainak a valóság tartalmáról kinek mi a véleménye, az számomra önmagában egy elismerendő bátorság, hogy valaki ki tud lépni bármilyen okból is a saját komfortzónájából, szembe tud nézni a saját politikai közösség által elkövetett hibákkal, bűnökkel, bármilyen okból, de hogyha Magyar Péter tevékenysége folytán világossá válik a közvélemény előtt, hogy a végrehajtó mafia milyen politikai hátszelet kaphatott a megelőző években, ez szerintem önmagában egy érdem és egy nagy tett. Erről ennyit. De ami nekem a sztorival a problémám, az a következő. Teljesen nyilvánvalóan ez az egész hype, ami Magyar Péter körül van, ez alapvetően annak szól, hogy a közvéleménynek egy jelentékeny része méltán kiábrándult és frusztrált a kormánypártól és a létező ellenzéktől egyaránt, és próbál keresni valamit. De! Szóval, miközben én Magyar Péter, bátorságát és
őszinte szándékait. Én nem szeretném kétségbe vonni, sőt, miközben én azt azért fenntartásokkal kezelem, hogy őt már a színrelépése előtt fenyegette, figyelte volna Rogán Antal. Tehát én Rogán Antalról sok mindent el tudok képzelni, de az, hogy a racionalitás mezéről lelépjen, ezt azért nem annyira, és nem igazán látom, hogy miért kellett volna Magyar Pétert a válása után fenyegetni, megfigyelni. De az, hogy ő ezt érzi, vagy ezt érezte, ezt én azt gondolom, hogy ezt is megfelelő empátiával kell kezelni. Na de, azért nekem már az is szúrta a szememet, amikor az elmúlt években voltak, akik azzal csináltak karriert, hogy a saját pártársaikat lehallgatták, vagy a korábbi pártjukból, vagy éppen a éppen még meglévő pártjukból próbáltak információkat kiszivárogtatni. Na de azért, amit én összeraktam Magyar Péter publikus nyilatkozataiból, hogy az egyik családi balhé, az ugye úgy kezdődik, bár lassan már úgy érzem magamat, mint hogyha egy ilyen való világkiadást látnánk minden csatornán, hogy Gulyás Gergelynél vannak egy baráti vacsorán. Tehát, hogy valaki a saját legjobb barátját és feleségét lehallgatja, vagy róluk az engedélyük nélkül hangfelvételt készít, bármilyen okból, az azt jelenti, hogy ez az ember a saját barátaihoz, a saját házastársához nem lojális. Aki a hozzá legközelebb lévő emberekhez nem lojális, arról miért feltételezzük, hogy a választópolgárokhoz lojális lesz? Nem ismerünk minden körülményt, tehát ezek jogosan feltehető kérdések volnának akkor, hogyha tudnánk, hogy... Ennyiben, ne haragudjon, ennyiben ismerünk. Tehát az ezt egy vörös vonal, az egy, ne haragudjon, az egy vörös vonal. Tehát nem tudjuk, hogy hogy jutottak el erre a pontra a szereplők. Én erre utalok, hogy nem ismerjük, és nem mentegetni, vagy vádolni akarok senkit. Egyszerűen nem tudjuk, hogy jutottak el egy bizonyos pontra. Annyit állítok, hogy az egy vörös vonal, hogy sok mindent meg lehet tenni, sajnos sok mindent meg lehet tenni a politikában, de az, hogy valaki a hozzá legközelebb álló emberekről engedélyük nélkül hangfelvételt készít, ez nagyon komoly olyan lojalitás problémát vet fel, ami azért ki kéne, hogy nyissa az emberek szemét. Ön ismeri Magyar Pétert? Ismerem. Mikor beszéltek utoljára és miről? Február 2-án. Február 2-án, és miről? Hát én például nem szeretek négy szem közti beszélgetéseket kiadni nyilvánosan. Jó, akkor annyit mondjon el, hogy ön kereste őt, vagy ő önt? Szerintem ez is magánügy. Tehát akkor nem közügyekben beszélgettek? Nem. Jó, magánügyben. Vitézi Dávidot indul ő az LMP támogatásával főpolgármester jelölként, úgyhogy az LMP az ő személyéről már sokkal korábban beszélt, fölkérték, de Vitézi Dávid jelen pillanatban nem apostrofálja magát az LMP jelöltjeként. A DK viszont azt mondja Vitézi Dávidra, hogy egy fideszes jelölt, aki meg az LMP támogat és kért föl, amellyel a DK máshol meg együttműködik. Na most ezt próbáljuk eloldani valahogy ezt a... szabás mintát. Ez a hókamóka, ez most már sok éve megy, mert az egész előválasztás előtti cirkusz hasonló színvonalú történetekkel volt tűzdelve. Ebben csak Vitézi Dávidot sajnálom. Legalább ott a partnerek nem fideszesezték le. Hát hogy nem? Hát dehogy nem. Ne vicceljen már. Hát a Márki-Zajt a DK-s csoportokban fideszesezték. Mit tekintünk nyilvánosságnak? Na mindegy. Ja, Vitézi Dávidot én egy nagyon kiváló szakembernek, egy becsületes, elkötelezett városvédő embernek tartom. Viszont azért itt némi kérdések fölmerülnek Ungár Péter neki buzdulása kapcsán. Tehát Karácsony Gergely többek között Ungár Péternek a támogatásával nyerte el a főpolgármesteri posztot. Az, hogy Ungár Péter csalódott Karácsony Gergelyben, ezt én el tudom hinni. Csak az a gond, hogy 19. október 13-án foglalta el a Városházát Karácsony Gergely, másfél évet leszolgált a város élén, majd Ungár Péter annyira elégedetlen volt az ő városvezetői tevékenységével, hogy az egész országnak ajánlotta miniszterelnökként. Tehát hogy lehet, hogy másfél évig olyan kitűnő munkát végez Karácsony Gergely, hogy egyenesen miniszterelnöknek akarja Ungár Péter, most pedig azt mondja, hogy váltani kell a város élén. Én ezt nem igazán látom át. A másik, hogy Ungár Péter... Elnézést, hogyha megnézzük annak az összefogásnak, az előválasztásnak, a választás eredményének a sikerét, ellenzéki szempontból, akkor akár gondolhatja azt is Ungár Péter, hogy hát nagyon nem jött be Karácsony Gergely, aztán nagyon nem jött be, innentől kezdve nem tartja őt alkalmat. Ez biztos, nem akarom, nem akarom tolmácsolni Ungár Péter, csak mondja, próbálok, csak, én még csak nem is hallottam ezt tőle, mondom, csak próbálok egy olyan érvet mondani, amelyre esetleg reagálom. Azt mondom, hogy főpolgármestert jelen pillanatban 5 éves mandátummal ruházzák föl, vagy 5 éves mandátummal ruházták föl a választópolgárok. Másfél év eltelik, és
valamiért mégis úgy gondolja erről az emberről, hogy ő alkalmas lenne az ország irányítására. Majd utána a következő másfél-két év után rájön arra, hogy olyan pocsékul vezeti a várost, hogy le kell váltani. Tehát ez számomra azért még megválaszolandó kérdéseket vet föl. A másik probléma, hogy az őt támogató formációnak a helyi képviselői áldázul küzdenek a déli körvasút megépítése ellen. Miközben az elővárosi közlekedés és az egész déli körvasút projektnek az egyik arca, az én lehet, hogy rosszul tudom, de Vitézy Dávid volt. Tehát szintén kíváncsian várom, hogy ezt hogyan fogják a következő hetekben, hónapokban összeboronálni. De egyébként tényleg kíváncsi rá, hogy fogják összeboronálni? Hogy... Hát ezek a nagy kérdések, hát pontosan ezek a nagy kérdések a magyar politikában, amikor egy-egy szereplő úgy gondolja, hogy a választópolgároknak annyira rövid a memóriája, hogy bármit meg lehet velük edetni. Vagy a másik, Vitézy Dávid maga is a kampányfilmjében is, de a megnyilatkozásaiban is, ő élesen elhatárolja magát a pártpolitikai logikájú megközelítéstől a városvezetés terén. Jó, lehet más a politika, éppenséggel az önbábáskodása mellett ezeket a megmerevedett viszonyokat volt hivatott egy kicsikét lazítani. Tudom, hogy az mostani ellenpérről van egy másik véleménye, de önmagában ez probléma politikailag, hogy egy pártpolitikától önmagát távol tartani akaró főpolgármester jelöltet támogat az LMP. Amikor az egyik gyurcsányozik, a másik fideszezik. Nem ez a kérdés számomra, hogy egy pillanatra visszacsatoljak az előző témához, számomra az egy óriási probléma Magyarországon, hogy gyakorlatilag a nagy sorskérdések, a politikai elvek semmit nem számítanak. Na most azt ideje lenne tudomásul venni, hogy ez nem pusztán erkölcsi kérdés. Ahhoz, hogy megbízható kormányzás legyen, akár városi, akár nemzeti szinten. Az, hogy a választópolgárok tisztában legyenek azzal, hogy a voksukért utána 4-5 éven keresztül mit kapnak cserébe, ahhoz elengedhetetlen lenne, hogy a különböző szereplők világosan szint valljanak a politikai céljaikról. Tehát magyarul, hogy a megkapott hatalommal hogyan kívánnak sáfárkodni. Ez nem pártpolitikai színvallást jelent, tehát az, hogy Vitézy Dávid nem kíván belépni egyik pártba se, és így akar főpolgármester lenni, tök jó. De az, hogy az őt támogató politikai szereplők, vagy ő maga tisztázzon bizonyos kérdéseket világosan, hogy a politikai szereplők ugyan reflektáljanak már a két nappal korábbi álláspontjukra, szerintem ez elengedhetetlen. Mint ahogy épp úgy... Bocsánat, csak lejár az időnk egyébként, sőt már le is járt egy perccel. Egy rövid kérdésem volna, és erre tényleg tud igennel nemmel válaszolni. Február 2-a óta, amikor találkozott saját elmondása szerint Magyar Péterrel, változott róla a véleménye, vagy nem? Nem változott. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.